Na nézzük, srácok, milyen ez a Gotham Knights, ami holnap este 6-kor fog megjelenni, pontosabban október 21-én. Én PC-n fogom játszani, de megjelenik Xbox Series-re, illetve PS5-re is a Warner Bros-tól. Ez egy TPS Open World ARPG, amiben akár 4 karaktert is irányíthatunk külön-külön, de lehet kóban is csapatni, ketten játszhatunk vele. Nagyjából az a történet, hogy Batman meghal, és nekünk kell rendet raknunk az utcákon. A 4 játszható karakter jelenleg Batgirl, Nightwing, Red Hood és Robin, és állítólag hatalmas a pálya. Itt vannak egyébként a nehézségek. Very easy, easy, medium és hard. Szerintem én a mediumot fogom megcélozni. Azt még nem tudom, hogy milyen karakterrel fogok kezdeni, majd meglátjuk, hogy mit mond nekem a játék. Megpróbálkozom egyébként DualSense-zel játszani, de mivel azt írja ki, hogy A az X helyett, ezért nagy valószínűséggel nem lesznek nagyon menő nem lesz nagyon menő érzés ezt a kontrollert a kezembe fogni, lehetne menőbb is. Megnézem gyorsan, hogy maradtak-e a beállítások, amiket már előtte beállítottam, de itt van minden, hogy mi hogy van beállítva. Ez elvileg a max grafika, kockaszámokat is kaptok, és defragmentáljuk a videófájlokat. If you're watching this, I'm dead. Ez a game van a 30 FPS-sel? Konzolokon elvileg. Igen, ez Next Gen konzolokra jelent meg csak. Tehát PS4-re, illetve Xbox One-ra már nincsen. Szerintem tuti jön majd valami patch, amivel nem csak 30 FPS-sel lehet elnyomni. Years trying to fight this war, and for what? Corruption still flourishes in Gotham, lurking in every shadow. You don't need that mask. I know it's you, Ra's al Ghul. You allowed this blasphemy, wow. This sacrilege. Did you think you could keep it from me? Én nem is tudtam, hogy van Batman Ra's al Ghul a harc. Harlock drinks will not take Gotham from his record. Not now. Én őt a zöld miászból ismerem. Ott volt a Joker kártyája, meg a Riddlernek is a jele. Ti is a zöld miászból ismeritek? Az igaz elmenő arcok biztos. Ott vannak amúgy a játszadó karakterek a térképen. Senki se jön megmenteni őt. Megmenteni Batman-t, mondta a Ra's al Ghul. Az mi a manó?
mit applikált ott a kardjára. Jól láttam akkor, hogy egy dínója van Batmannek. Ez valami meha T-Rex, vagy mi látott ez? Nem túl sokat beszél rá az águl azt magra. Az igen, hogy dobálja a karját. Wow! Wow! Milyen cuccai vannak, basszus! Eternális! Azt a rohadt! Mondjuk, nem gondoltam, hogy ez a pajzs meg fogja majd védeni. Ajaj, kapta az arca? Aha. De nem csak a maszkja. Azt mondta a Batman, hogy ő nem fél meghalni. Megtartotta az emberiségét. Hát ja, a Batmannek nem ez a legnagyobb napja, az biztos. Nem tudom, mi volt ez a zöld, amit így ráapplikálta a kardjára, meg mi volt ez az aura körülöttem. Nem ismerem annyira ezt a gonoszt. De nem néz ki jól. Nem néznek ki jól a sérüléseim. Felrobbantja ezt a helyet. Your precious family. I will slaughter them. One by one. Egyesével fogja Lemmy szárolni a családját, gondolom a... And when they have drawn their last breaths, akiknek a ruháit látok. I will burn the city to the ground. Rázágónak nem tűnnek fel a robbanó fejek. Gotham is their city now. De hogyha immortál lett Rázágul, akkor ki lesz? Majd kiássa magát. Erős kezdés egyébként, az egyszer biztos, srácok. Ah!
csak azért halhatatlan, mert az örök ifjúság vizébe fürdik. Ja, ez a lázárkút ismerős. If you're watching this, I'm dead. This is a code black. Ez egy HD 30 FPS-es felvétel, srácok, azt írják jobb felül. I know what's coming won't be easy. Hát úgy néz ki, hogy a holtteste van csak meg. I know you have to. Nem gondoltad, hogy holtan is lehet látni Batman? Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi fog kisülni, már mint így a játékot illetően. We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize that Batman is gone. We can't count on the GCPD. A másiknak nem mutatták a holttestét. You've trusted us since Jim died. You are clear to engage. Én úgy tudom, hogy ennek nincs köze az Arkham szériához, Taki, de lehet, hogy rosszul tudom. Na, ez a Belfry az, ami a bázisunk lesz, hogyha minden igaz, mert ugye most mondja a Bruce, hogy ezt adja ránk. Mert mármint a négy hősre. Szevasz, G-Stink, szevasztok, srácok! A handsome, charming billionaire. And he was that. But he was more than a headline. He was my nephew. He was a friend, a mentor, and a benefactor to those of us gathered here today. And to those of you who didn't know him as we did. I want to tell you this. Unoka öccse volt ennek a Jákobnak. Bruce azt mondta. He loved this city more than he loved anything. Jobban szerette a várost. He was a protector. Minden másnál. Védelmezője volt a városnak. He worked tirelessly behind the scenes to bring justice and equality. There's nothing he wouldn't do. No project he wouldn't champion if he thought Gotham would benefit. And I think in remembering that, we remember Bruce as he truly was. Ott volt rajta a Wayne logo. Always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye. Kane a Batwoman-nak az apja? Ó, ezt nem is tudtam. Nyugodtan meséltek majd ilyen érdekességeteket a karakterekről, mert én Batman kívül igazából Batman se annyira vágom. Igen, Batman eddig tartott rendet, most én jövök. Hogy néztem, az eddigi gameplay-eket konzolon is van ray tracing, de kb. A PC-s médiumnak felel meg. Aha. Ez a PC-s max grafika ray tracing-el, hogyha minden igaz. What you'd expect. Took him 3 years to agree to a vacation and Bruce turned up dead. He asked for some time.
He knows none of us were there either, right? What about you? You let Jacob Kane give the eulogy. He offered. He thought it'd be easier on us if he was the one to do it. Micsoda neve van. Na, Nightwingnek. He's Bruce's uncle. Hell of a speech. All that talk about a protector who works behind the scenes. Team Drake. Robin. Catherine wouldn't be Jason there, Todd a Red Hood. I can't see the anti-vigilante police commissioner presiding at Batman's funeral. Haha, az a neve, hogy Dick, ugye? There's something else she doesn't know. She has the body of Batman's killer in her morgue. Ra's al Ghul is listed as a John Doe, slated for cremation. Ja, de kollektíva, izét mondtam. Batman, nem Batgirl, vagy az... They drop their dear leader in a Lazarus pit. He won't be so dead anymore. You want to break into the GCPD headquarters for a what-if? Be my guest. I decrypted the case Batman sent with his message. We should focus on that. I looked it over. But did I get everything? It doesn't look complete. I think Ra's interrupted him while he was writing. He says this has implications that could shake Gotham to its core. Ominous, but not exactly helpful. I saw a few places we should poke around. Construction sites, a quarry. He also mentioned a Dr. Langstrom. Anyone know him? He's a zoologist at Gotham University. Azt hittet, hogy Deadpool az, ez sure ilyen Marvel poszti karakter, akkor tudni. Let's divide up the work. We can meet at the Belfry when we're done. Get it up and running. Who gets to talk to Langstrom? Ki fog beszélni Langstrommal? Ez akkor a karakterválasztás? És akkor itt mutatja meg, hogy melyik karakter milyen. Master Marksman. Srácok. Ez nem is kérdés. Stealth specialista. Robin ilyen lopakodós arc. Nightwing egy jó akrobata. És nagyon jó a botokkal, azt mondja. Batgirl pedig nagyon jó hacker. És jól szedi le egy targetnek az életét. De azért mennél a csajjal istok, hogy nézd a feneküket. Én Red Hoodot fogom választani. Ez egy menő karakter. Amúgy is lehet váltogatni a gameplay alatt. Szóval meg tudom majd nézni mindent, nyilván. És ha jól tudom, együtt fejlődnek a karakterek. Boobs, dehogy is. A csöcsöket nem látod. Tehát, hogy ez egy PPS játék. Nézegeteted előről a karakter, de úgyis a hátsóját fogod látni. Istag azért akar a rajtaribán nyomulni. I'm at Gotham U. So this bár lehet, hogy ezt nem Batman's kontrollerrel fogjuk akkor így játszani. Na nézzük csak. Nézzük, milyen ez az élmény egér billentyűzettel. That usually means something bad. Hopefully that means a fight. Could stand to let out some aggression right now. Shift-tel tudunk mászni. Gob küldi külön vannak, vagy csak többen toljátok az egyjátékoshoz. Gob küldi külön vannak, vagy csak többen toljátok az egyjátékoshoz. Én nem tudom. Én úgy tudom, hogy ez a világ olyan, hogy be lehet csatlakozni máshoz, de nem tudom, hogy vannak-e külön gob küldik. Ez a karakter szeret headshotolni? Az nekem való, srácok. Hát kell nekünk a shift. Ugye? Olvastam. Shift. Ja. Shift és E. Ude furi. Ude furi ez az irányítás, hogy
shift-tel ugrunk, tehát shift-tel futunk, és ez automatikusan ugrik is. Kirk Langstrom. Right. I'll call it in on the way to the morgue. Nem tudom pontosan, Drifter, hogy vannak-e kópföldök. Most indítottuk el a játszit. Meg nem olvastam róla ilyet, hogy hogy van a kóp. Annyit tudok, hogy ketten lehet játszani. Shit. De ennyi. Pedig az annyira jó, annyira nem jó, mikor egy gomb csinál száz dolgot. Ja, ez olyan fura volt nekem, de... Hold on, just checking GU's website. Here we go. His office is on the third floor in Molten Hall. Hát ez a Langstrom, ez meghalt, és most be kell mennünk az irodájába. GameStar teszt alapján az elejétől a végig lehet tolni kóba. Na tessék. Ha látunk ilyen kis kör alakú pöttyöt, akkor oda tudunk grappelozni. Huh. Someone left the doors open on the third floor. Nyitva maradtak az ajtók. Body cam recording. Bekapcsolta a test kamera. This is it. Ide kéne bemennünk. Not seeing much police work here. Guess Langstrom kicked it somewhere else. Use AR to find a clues. Tehát nyomom én az X-et, és akkor nyomok után kell kutatni az X-el. Elvileg vannak nyomok a földön. Valamit hiányozhat. Aha, nézzétek, csak ott van. Okay, those marks are weird. Követni kell a nyomot. You need anything, big guy? I got this. You don't need to do all of this alone if something's weird. Aha, itt megy. Sounds like you don't trust me. Itt megy a jár tovább. He trusted you. So do I. We'll finish this for him. Yeah, I get it. If I find anything, I'll let you know. És itt megvilágít egy lámpa. Hát ez az ott nem néz ki jól. Langstrom died in here. Ez nem tudom. Van bármi kérdés, hogy kicsit oda szólják. Ki ez a Langstrom? Erről lehet tudni valamit, vagy csak valami random arc? Nagyon fura, hogy tényleg így a shift-tel jöttem át az ablakon. Megszakérted, mert DC és Batman fanatikus, hogy Jesus, hát akkor lesz kérdés. Tried to run, but the attacker pinned him to the wall. He didn't have a chance. Nem volt esélye sem. Támadó oda szúrta, oda szögezte a falhoz, úgymond. Nézzük, hiányzik-e valami. Ha? Rejtett mechanizmus. Rejtett ajtó. Langstrom a Man-Bat. És a Man-Bat az micsoda? Aha, bűnügyi helyszíneken nyomozás. Mik ezek a... Srácok, mik ezek az iránygombok? Ezt mindjárt megnézzük egyébként. I can enter a code on the thermostat. Értem, tehát az egeret tudjuk kurzor gombokkal mozgatni, de fura. Sziam, Taf! Itt mindenkinek, skacok. Na jó, tehát ide jövünk. Thermostat. Aha. Melyik az a... Langstrom Circle 2 dates. Az az eszköz, ami nyitja a rejtett ajtót, illetve mi lehet a titkos kód? Or is the release date a clue? That's not a Gotham area code. Maybe this phone number isn't just a phone number. 127. Nagy
Konkrétan egy mutáció, denevér emberkeveréke. Nagy denevér, aki emberből mutálódott. Wow. Ezt itt meg tudjuk nyomkodni? Hát azt mondja, hogy 127. Nem. Nem ez a megoldás, srácok. (kül) 04 11 92. Ez lehet a megoldás? Nem, nem ez a megoldás. A 20-21 a megoldás? Az a helyzet, hogy ez 6 kódos. Tehát szerintem ez se lesz a megoldás. Jó, akkor meg lehet olyat nézni, hogy... Na nézzük csak. Igen, ez nem csak egy mikro. Got it. Time to find out what you were hiding, Langstrom. Aha. Ez olyan, mint a Marvelben a Manting, mocsár lény, ami emberből mutálódott át, szóval ember alak plusz mocsár, itt ember alak plusz denevér. Aha. Wow. Erre kell mennünk. The hell's going on in here? Mi ez a hely? Az valami kelgyó. Az meg valami hosszú lábú, póklábú béka. Ez egy többfejű kígyó. This can't be normal university research. Hát ez meg valami fura fejű delfin lesz tudni. Hát ezt meg nem mondom, hogy micsoda. Nem tudom. Egyébként a játék a Court of Owl képregényből inspirálódott. Itt van még egy béka hosszú lábakkal. Valami agy is van. Azért nem tudom mi. Gusztustalan. Tissue samples. What is this? A hard drive. Must be important if it was hidden. Eltettük a külső vinyót. Get this back to everyone. I'm done here. I don't think the cops saw the marks on the walls, and they definitely didn't see the hidden lab. I'm bringing you a hard drive. Nagyon furán mozog, srácok. Egér villanytűzettel a karakter. Vagy csak nekem szokatlan. Seriously, no one could have seen me. Na, szerintem ez most a combat tutorial lesz. Van egy ilyen karakter amúgy a DC Universe-ba, akinek hasonló egyébként a kinézete, őt Deathstroke-nak hívják, ugye? Van közük egymáshoz? Deathshot, az. Rá gondoltam. Majdnem eltaláltam a nevét. Nincs közük egymáshoz. Csak a maszk. I can't focus on torching this place. Ambush takedown. Turn off the damn fire alarm. I better take care of his buddies before they burn the whole damn place down. Valószínűleg Deathstroke-ra gondoltam. Deathstroke is hasonlít? Hát én nem tudom, én csak azt ismerem, aki ugye a zöld ilyen sorozatban volt. Silent takedown is from. Just relax. Nice and quiet. The average temperature when something lights on fire is between 400. Zodiac is a desktop. Akkor rá gondoltam.
Ezt rak fekete piros, mert én ilyen különlegesen választott magyar maszkja. Ha én rá gondoltam. I'm a professor of... Ja, én addig láttam, ameddig Deathstroke lett a csávóból. Just gotta stay out of sight. Sárga, nekem valami sárga rémlik egyébként a sorozatban. This never gets old. Vagy narancs? Ja. Smashy, smashy, smash, smash. Azt mondja. Jó, bónusz XP-t is kaptunk, mert csendbe raktuk el őket. Az igen, hogy oda dobta azt a képet. Tehát, húva, ranged attack. Na várjál. Ezzel célozni kell, vagy automatikusan lő? Jó, szerencsére lehet célozni is, bár nem tudom, hogy ezt miért nem írta alapból a játék, tehát hogy... Hú, ez de fura. Hát itt van két pisztoly a kezünkbe, és úgy kell lőni, hogy Q. De lehet célozni is. Ja, ez az utolsó előtti nehézség, a médium, amit indítottam. Konzolra van tervezve, a konzol PR-ek már nem szeretik, ha célozni is kell a lövéshez. Hát jó, csak... Akkor az arcomba nyomatták volna az elején, érted, hogy... kontroller használata javasolt. Nincsen headshot damage. Hát... Ne haragudjatok, srácok, de ez így ebben a formájában egy kicsit kiábrándító. Lehet másik karakterrel fogunk játszani. De most így céloz. Nyugodtan szóljatok egyébként, hogyha én csinálok valamit rosszul. Azt nézem, hogy amikor a csávó dobja a molót, akkor mintha... Egyébként ki lehetne lőni a kezéből. Ne! Ulászik, te csináld rosszul, mert pisztolyos karakterrel távolról lősz, közelharc többet sebez. Igen, 11-et sebzett a közelharc. De azt mondják, hogy PC-re csak konzolportot adnak, ki kell sebben veszik meg. Na, hát én amúgy szívesen játszok kontrollerrel, de azt hittem, hogy mesterlövész karakterrel, mert hogy én azt értem, hogy ő sharpshooter, akkor oda csak jó lesz, mert a egér billentyűzet. Én nem mesterlövész? Ez a gonosz... Ez a
gonosz karakter ez menőnek. Na, és az első boss harcunk. Lehet target lockolni egyébként szerintetek? Van ilyen? Guard break. Jó, hát. Jó, tanuljunk meg guard break-en. Hosszan kell nyomni a támadás gombot. Ha, sikerült. Megtanultok a guard break-et, hogy hogyan kell csinálni. Ott is van! Ott is van! Hát tényleg nagyobb a tűz, mint lősz, érdekes. Majd biztos később más lesz. Van reload egyébként, de reload nem tudom, hogy hogy van, mint hogyha automatán lenne. Ezt most így el kéne olvasni mindet. Ez most micsoda? Most, ja, most tölt a játék, jól van. Hirtelen azt hittem, hogy most ide vágott 27 tippet, és akkor tanuljuk meg. SSD, M2-es SSD-n van a játék, srácok. Kb. Mint a Marvel's Avengers-ben lősz, de igazából csak ranged verekedés. Az az, ami release-kor nagyon béna volt, ugye? Na most várjál. Azt mondja, hogy hívjuk a... Csak akkor lehet hívni, srácok. A Batmobilt. Bocsánat. A Bat motort, hogyha éppen hírja a tutoriál, hogy hívjad. Tehát ott volt bal alul az R-gomb, akkor nem tudta hívni. Azt hittem, hogy béna vagyok, srácok. Vajon mindegyik karakternek ilyen mocia van? Heading back to Belfry now. You guys better be there. Great. It feels like years since I got to analyze some evidence. Nem látom a, hogy milyen gombokat kéne nyomni, nem akar eltűnni a tutoriál szerintem. Húha. 48-47 FPS-sel megyünk. 27, 30. Jó, hát még jön valószínűleg a Day One patch. Ha nem akartok szörnyűt adni, akkor ne nézzetek a bal felső számokra. Aha, mindenkinek Batmobile van, csak van akinek más színű, aha. Köszi, Lord Fury. Nem véletlen, hogy csak a hogy a konzolokon csak 30 FPS van? Ja, hát teljesen érthető. Ezek alapján. DLSS-ben van-e kapcsolva? Nincs. Van ranged attack-u. Tudunk fogtatni. Igen. Lehet fékezni az S-sel és a space-szel. Ki tudjuk magunkat dobni a kontrollal. És meg tudjuk emelni a motort. Nem akarok DLSS-re járt, tehát hogy ha nincs szükség DLSS-re, meg idei DLX-ben, meg misodára, akkor nem használok. Én
is a videókártyámnak tudnia kéne kiszolgálni a mai játékokat, szóval csak legszükségesebb esetekben kapcsolok. De ezzel semmi nem tud, tehát ezen nem tud semmi se segíteni, hogyha lemegyünk 20 FPS-re. Jelenlegi verzióján szerintem. Csak a cinematikoknál van 60 FPS, mármint hogy csak a cinematikoknál lokkol 60 FPS-re, de a cinematikok is vannak cinematikok, amik egyébként 30 FPS-esnek érződnek. Egyébként meg 120 FPS a korlát nálam. Én azt állítottam bele, de lehet feljebb menni, és hogyha elérjük a 120 FPS-t, akkor az tényleg 120 FPS. Nice work grabbing that drive from Langstrom's lab. Do we have any idea of what killed Langstrom yet? Hard to say much until these computers are up and running. Nem tudjuk, hogy ugye kiölte meg Langstromot. Once we can get at the data, we can figure out what our next move is. I'm going out. I'm not going to sit. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog beszippantani a játék. We're waiting for intel, Jason. Once we have it, then we'll go. Move. I'm going to solve this case my way. Stop it. He wanted us to work this together. A Batman azt akarta, hogy együtt dolgozunk, de Red Hood az így maga akar cselekedni. Igen, kicsit önfejű. Kérdés, ha más karaktert választunk, akkor mások akár Cino? Crap, that must have been the secondary breaker. The primary went out months ago, I thought the backup would hold. I got it. Ó, pácska, hogy ő Alfred. Itt mutatnánk a temetésem. Wasn't sure you were coming, Alfred. I'll always be here when you need me, Master Richard. When any. Richard mester. I'm glad you're here. As am I, Master Tim. Tim mester. This place does need work. 360-nal max FPS, amit a játék támogat. Damn it! We've got activity all over the city. Sweet. Ahhoz még pár optimalizáláson át kell menni. Hold up. Ezt így összehozzák a bármilyen kontri is. And Alfred can't exactly set this place up alone. Indeed, Miss Gordon. I have a list of supplies we'll need. I could do it on my own, but it would be faster if I had help. You can count on us, Alfred. We'll divvy it up. Let's finish what Bruce started. Fejezzük be, amit Bruce elkezdett. Szóval megmutatták nekünk Alfredet, aki segít sok mindenben. 1.1 Kirk Langstrom. Ez gondolom az 1.1-es küldetés volt, amit így megoldottunk. Some seriously sketchy shit in that guy's lab. Find anything at the construction site? Nothing. Place was totally cleaned out. Looked like somebody shut it down. Hoping that drive azt hittem, hogy bágos a... Azt hittem, hogy bágos a kijelzőm, hogy néha megjelenik egy fekete kis kocka ott a felirat mögött. You and I both know what can happen when you rush into a case without all the information. Néha itt odabágol egy kis fekete kocka a beszélgetések. Don't put yourself at risk. I can't help but wonder if I hadn't done those things. Mondom, hogy amióta észrevettem, azóta nagyon idegesítő.
You not trust me? Jason, he didn't share this case with any of us. Not until he had to. And when he did, he turned to you. Of course he trusted you. And so do I. Thanks, Babs. Nyissuk meg az Ability menüt, és költsünk Ability pontokat, hogy feloldjuk a Perfect Evade-et. Mert azt mondod, Zakika, hogy ebben a játékban csak sötétség van. Mármint, hogy Gotham teljesen sötétben van a teljes gameplay alatt. Open the Abilities menu. Írta, hogy az melyik gomb, srácok? Na hát az emote wheel-t azt megtaláltuk. A karakterünk türelmetlen. Lehet amúgy lemaradtam róla, hogy mit kell megnyomni. Bocsánat. Lehet, hogy my bad. Igen. P-vel, mint pause, bejövünk a menübe, mint az eszkál. Nem, hát a tabot például néztem, de semmi. Alt, Control, Enter. Backspace, jobb klik, bal klik. Én vagy I. Az helyzet, minden gombot végignyomtam. K? Nem. Amúgy lehet egyszerűbb lenne, ha megnéznénk a beállításokban. Hát én csak ezt találom. Ott van a marker. Ja, hogy ide jöjjek. Ah! Köszi szépen, tehát akkor ezek szerint ez a menü a kompjúternél jön elő. Köszi szépen. Én meg azt hittem, hogy valami gombot kell nyomni. Bocsánat. Szintezzük, igen, tehát ha szintezzük a karaktert, akkor ability pontokat kapunk, amiket ability-kre lehet elkölteni, és ezek az ability pontok újabb képességeket oldanak fel. Szuper! És nekünk a Perfect IV-t kell, ugye azt kéri tőlünk a tutoriál, és itt mutatja egyébként jobb oldalon, hogy ez mégis hogy néz ki. Ha tökéletesen időzítünk, akkor momentumot generálunk, és engedi, hogy egy Perfect attackot nyomjunk follow-up-ként. Perfect IV-d után egy Perfect attack, tök jó. Mik vannak még itt? De nekem ilyen... Ilyen lövöldözés nincsen. Mármint, hogy én ért. Szomorúan, de el kéne fogadnom azt, srácok, hogy hiába pisztolyos a karakterem, a pisztolyok csak másodlagosak, ugye? Kritikál chance, kritikál damage nő a ranged attack-oknál. Több eséllyel kritelünk. A célzási idő sokkal csökken. Aha. Na, azért vannak itt... Tehát tudunk négyszeres sebzést nyomni. Jól van. Srácok, úgy néz ki, hogy van értelme. Több értelme van a pisztolynak, mint az előbb hittem. Tehát ott van, négyszeres damage-et tudunk nyomni, hogyha tovább célzunk az ellenségre.
Ennyi. És minden egyes lövésnek van esélye arra, hogy 5-ötszörös sebzést nyom. És ez csak a range datakra megy. Jó, van amúgy, oké. Tehát azt hittem egy pillanatra, srácok, hogy ez egy ilyen másodlagos fegyver lesz ez a lövöldözés, de hála Istennek nem. Csak azért, mert a perfect evade-del kezdünk, és perfect evade-et így biztos karakternél nem gondolnám olyan hasznosnak. Tudunk ilyen momentum mobility-ket feloldani. Jó. Kettes. Momentum kell az aktiválásához, tehát ez ilyen feltöltődős ulti-szerűség. Amikor készen áll, az ability ikon a jobb alul meg fog változni. Gondolom látni fogunk egy ilyet. Egy ilyet, és akkor el tudjuk majd nyomni. Jó, oké, ez micsoda, ami nekünk van. Aha. Nyom egy quick reloadot a Red Hood a karakterünk, amikor megütünk vagy meglövünk valakit. Ez elsőre nem hangzik olyan menő ultimate ability-nek. Miről maradtál le? Most nézegetjük a képességeket. Case files, na ott van. 0-1, Batman's Last Case, és a Kirk Langstrom-ot csináltuk meg, és most ez a The Langstrom Drive kell nekünk. Itt vannak a jutalmak, amiket nem lehet megnézni, hogy micsoda. Itt meg lehet nézni? Nem. XP a jutalmunk, valami zöld bigyula, valami ilyen három mobiltelefon, meg zöld pöttyök. Ilyeneket fogunk kapni, hogyha majd megcsináljuk. Kettes szintűek vagyunk, az a 0 AP, az nem tudom, hogy micsoda. Challenge-ek. Basic training. Ugye ezt csináltuk, ha minden igaz. Gear. Na, ott van Red Hood, ezzel vagyunk. Igen. Ajajajajaj, menjünk csak vissza. Ha, ott van range powerünk 6-os. Stock round. Heroic. Cutting edge round. Na, hát én nem tudom, ez most micsoda. Ugye gondolom lőszert váltottunk, lőszer típust váltottunk, de hogy nekem ez a cutting edge rounds, ez honnan van, és miért nem ez volt bent alapból, ezt azt nem tudom. Ez jutalma lehetett a küldetésnek, srácok? Minden esetre tárat váltottunk. Lehet dismantle-ölni is a cuccokat, amit éppen nem használunk. Össze is lehet hasonlítani. Oké. Okay. Ability point, vagy valami előrendelői, aha. Na, van másik ruci! Na, hát ebben már néz ki valahogy, Beyond Suit. Stock Suit, Beyond Suit. Ez elég betegül néz ki. Ez elég betegül néz ki ez a ruha. 23-as lett így a powerünk. Kilences lett a powerünk. Igen, melee-be is van valami más pisztoly. Feketébb, nem lehet ezt közelebbre megnézni? Minden esetre feketébb lett a pisztolyunk, és ennek is nagyobb a powerje, a rarity pedig heroic. Ha tippelnem kéne, akkor ez valami előrendelői cucc lesz, ja. Vagy deluxe edition, vagy valami ilyesmi. Ruha kraftolás. Lehet kraftolni ilyen fegyvereket, és hát gondolom ezek a nyersanyagok is azért vannak, mert ez is járt valami előrendelői bónuszhoz, vagy nagyobb csomaghoz. Tehát azért van ennyi salvage-es cuccunk, így már elsőnek. Modok. A modok az még így semmi. Suit. Oppácska! Na itt van a jelenlegi suitunk, New Guard. Titán.
Nem lehet ezt közelről, közelebbről megnézni, srácok. Édes Isten. Hogy se, style? Igen, na. Nougard, titán. Ha még a maszk is változik. Eternál. Year One. Ez ilyen transmog suit, szóval ezt nem lehet testre szabni. Neon Noir. Wow, tök jó. Demon. Ha. Ez is menő. Privateer. Ez is amúgy nagyon beteg. Jó a válasza. Van ilyen metál is. Ez a Beyond van meg nekünk, ugye? Night Ops. Shinobi Astaroth. Ez a Shinobi, ez beteg. Nightwatch. Talon. Knighthood. Asta. Ez a Knighthood is nagyon jól néz ki. Jól van. És ezt lehet színezni egyébként. Jézus, ez mennyire adja már ez a harmadik. Ez se rossz, ami nekünk alapból van, de ez a harmadik. Mondjuk ez se rossz. Ja, van itt el lehet szórakozni a ruhák színezésével is akár. Mi van még itt? Jaja, nagyon jól néznek ki a rucik. Mert ez. A szimbólumot is lehet változtatni. Lehet ez. Legyen ez a hármas is, és akkor a cipelőből is legyen a hármas. Akkor... Jó ez így, srácok. Az ability-ket néztük, adatbázis, ez meg ilyen, hát mindenféle információ mindenről. Nem rossz. Ability acquired. Aha, biztos. Na és most ki kell menni Belfry-ba. You don't think the freaks had anything to do with the murder, do you? No, hát hadd szóljon, srácok. Hadd szóljon. Ja, enter. Opportunist crime. Gotham City map. Financial District. Amúgy ez írtó gagyi, már ne haragudjatok, de ezerrel görgetek, és ilyen minimálisakat görget csak ki a pályáról. Halovergottem, nyugodtem, norgottem. Astaroth! Ez így elsőre elég nagynak tűnik. De hogy mi ez a görgetés, ez a nagyítás? Hát esküszöm, két kézzel kell csinálni. Csoda? Megnyomnál az R-t meg az F-et, nem lenne gyorsabb? De. Jó, tehát akkor ezeket a fehér kis izéket kell csinálnunk, fordított háromszögeket. Ha minden igaz. Defeat a criminals to gather clues. Tehát nyomokat kell gyűjteni. Jó, Matt.
Bejelöljek amúgy valamit? F1 a térkép. Nem, F1 a menü. És akkor be lehet ezt jelölni szerintetek? Waypointot hozzá lehet adni. Hát gondolom oda megyünk. Bocsánat, itt elsültem. Tehát úgy lehet feljutni helyekre, hogy így felgrepülözünk. Azt hittem, hogy meg tudjuk mászni, vagy valami hasonló. Oké. Akkor már lehetnének pókemberek, igen. Na hát elvileg ide kell jönnünk, nem? Nézzük csak. Lehet forgatni? Jó, tehát ott van lent. Ezt benéztem, srácok, ott van lent. Oda le kell mennünk. Milyen jó, hogy feljöttünk mi. Na nézzük. Oké, okay. Shift-tel szaladunk, valahol megnéztem. Nagyon furán akadozik egyébként a játék. Nem tudunk meghalni, mert automatikusan nyom egy grappelt a játék. Legalábbis a fall damage-ben nem tudunk meghalni. Down and out. Termelődik egyébként a momentum, ha minden igaz. Most elnyomtam szerintetek ezt a képességet, ezt a reloadosat? Aha, potyogtak ilyen clue. Hát ezek szerint jók vagyunk. Azt írta, hogy nem tudtam pontosan elolvasni, hogy mit ír egyébként a clue-król, mert éppen harc közben voltam, de most akkor itt nincsen clue ezek szerint. Nyomó az X-et hosszan, de nem mutat semmit. Mit írt egyébként a clue-król? Valaki esetleg figyelt jobban? Mert én éppen a... Fájtba voltam, és akkor írta ki a tutoriál, hogy mi van. Elvileg itt vannak még valahol bűnözők. Méghozzá ott a sikátorban. Tehát akkor valahol itt. Ha látom, ott egy kó. Te nem láttad is, Lok? Én sem láttam, de ahogy látom, ott itt van a kó. A gyűjti? Jó, ezt automatikusan felveszi, elég átfutni rajta. Így van. Oké. Belfry here. Happy to report we're now fully operational. Before you head back though... Let me guess. You've got an errand for me to run. The hard drive from Langstrom's lab requires a biodecryption key. Jó, dekripciós kulcskál. I have to go to the GCPD more. Hát kell a teste Langstromnak, hogy megtudjuk, hogy mi van a vinyón. First the university, now the police department.
It's everything I avoided as a kid in one night. Az miért van szerintetek, hogy a G betűvel érjük el a gírt? F-fel grapplozunk, egy kicsit fettingerelek, szerintem párszor bele fogunk menni a menübe. Menjünk amúgy járgánnyal? Menjünk. Ott van. Köszi szemelsz. Mi van akkor, hogyha neki megyünk egy kocsinak? Is that Deathstroke? Láttátok? Wow. Ott van GCPD. Na, mehet a randi a GCPD-sekkel. Köszi szépen a helpeket, srácok. Köszi a követéseket, és érezzétek jól magatokat. El kell érni a bejáratot, úgyhogy ha nem vesznek észre, akkor az még bónuszpont. Szerintem ez nem okoz nekünk problémát, igaz? Mondjuk... A bejárat valahol alattunk van. A kontrollal engedjük el. Detekciós méter. Nagyon komolyan veszük, srácok, ezt a lopakodást. Kell a bónusz XP. Ott is van, srácok, megvan a bónusz XP. Nagyon fura ez a töltőkép. Nekem legalábbis. Főleg, hogy nyomnom kell egy entert, miután végzett a betöltéssel. Okay, I'm in. Now where was the morgue? The morgue's moved to the far side, past the bullpen. Do your best to keep quiet. Gotta be another way in. Ott van. Goddamn freaks. That's my daughter's school. We got a few in lockup. One collar and tiszta pókember kopik, bele kellett a csövekbe mászkálni. Ez most micsoda volt? Mi volt ez a rángás, srácok? Itt miért nem lehet legugolni? Catherine Kane. René Montoya. Róluk tudnom kell valamit, srácok? Catherine Kane-ről és René Montoya-ról? Recording disabled. Mi lehet ez a bullpen, amit itt ír, hogy oda kell bemennünk? Rossz felé jöttem volna, szerintetek? Ah, itt egy ajtó.
itt vannak a cellák. Hát látom itt egy őr. Eat the student body! Barbecue the rich! Make it spicy! Shut up in there, you freaking nut job! Freaking nut job! I swear, cross my ticker. I grew an ear on my shoulder. Shut up! Remélem erre nem lesznek őrök. Az micsoda? Is that the bat signal? Wow! Shit. I wondered where that went. Wow! A lámpa. Creepy. És ez micsoda? Rache always dressed like a weirdo. Yeah, ez ki lehetett, srácok? Milyen rúci lehetett ez? Cops finally declawed Catwoman. Catwomannek a... az ellopott gyémántjai. Micsoda kincsek vannak itt, srácok. Az a láda, az valamiért világít, úgyhogy csak fontos, nem? Tutorial chest. Nyissuk ki a ládákat jutalmakért. Kaptunk 5167... A matek tanára mindig azt mondta, hogy burgonya, hogyha nem mondtam, hogy mi az. Tehát ez 5167 valami. Mi lehet? Ez valami kredit lehet, ami 5167? Morgue is past the bullpen. Now would be a particularly bad time to be spotted. És... ha nyomok ilyen X-et, akkor lehet látni, hogy hol vannak ezek a kamerák. És elvileg is tudjuk őket kapcsolni. Use the control panel. Elvileg akkor ezek egy helyre vannak kötve. She's definitely overreacting. I barely hit that kid. It's not my fault he tripped and hit the curb. Nézzük csak még egyszer. Yeah, goddamn parents want to sue the city. Good thing he's got priors. The lawyer believes that. Világ, srácok. Aha. Valószínűleg itt le kell most mennünk. Hát ez gond. Nem akarjuk őket megzavarni. Nem lehet azt kilőni? They sure released the Langstrom scene quick. The freak showed up. Kinda took the attention away. Plus, you know, someone there? There was clearly an accident. These guys need to lay off the caffeine. Hmm. Ezt hogy kéne szerintetek megoldani, srácok, ezt a lopakodást? Hát itt meg nem lehet elbújni. Oh, man, I'm getting too jumpy. Hát jelenleg én azt látom, hogy mindenféleképpen harcba keveredünk. Kivéve, hogyha megnyom ezt a gombot. Értem. Ez mi volt? Ez nagyon jó. Konkrétan ide kapaszkodtam, és hát, majdnem megláttak a kamerák. Aha, ki tudjuk most már kapcsolni a kamerákat. És... valahogy oda föl kell mennünk. Hát ez nagyon furi volt ez a megoldás, srácok, hogy oda grepölöztem a másik oldalra. Someone must have a key. The desk sergeant, perhaps. Hát náluk van valószínűleg.
mielőtt meg tudnánk ölni. Ha rátámadunk, mi lesz? Ja, hogy lő egyet a karakter. Na, hát semmi van. Majdnem, srácok, majdnem sikerült lopakodva megoldanunk ezt a feladatot. Got it. Várom egyébként, hogy szinteket lépjünk, mert úgy több mint valószínű, hogy sokkal izgalmasabb lesz a lövöldözés. Jelenleg, hát olyan... Nem tudom. Mi erre a jó szó, srácok? Hát végül is lopakodtunk, mert senki nem vett észre minket, mert aki észrevett minket, az már halott. Az első lövésig elég csendes van. Ja, hát írta, hogy levegős támadások, de hát elfelejtettem, hogy ez a karakter mindenféleképpen lőni akar. What the hell? Why would someone attack a bunch of scientists? Careful. Valószínűleg nem vagyok egyedül. Ez a Ra's al Ghul, nem, srácok? Mányit, hogy ő a Ra's al Ghul. És ő pedig a... Delphry, Talia al Ghul. Ő meg a lánya. Great. Be careful. You know you can't beat me. Van a lejelentésig annak, hogy hogyan oldom meg a feladatot. Persze, lopakodva a több XP-t kapunk. Dead men's wishes don't concern me. Besides, I'm here to clean up my father's mess. Az apja mocskát jött feltakarítani. Elégeti az apját. Wouldn't exactly be new territory for you. Wait! Why did he attack Bruce? Az X-Men-ből nem tudom. Ó, de menő. Hogy eltűnt? Ninjas. Lehet, hogy eladó van rajta, tessa. Red Hood nem fél ettől. There's Langstrom. What's left of him? Itt van Langstrom, már ami marad belőle. So a device, I guess, powered by genetic material. Tehát akkor levágjuk a kezét, mondjuk. I'm more used to seeing blood on the pavement. Azt mondja, milyen eszköz. Langstrom's file didn't say he had diabetes, so why did he have this equipment? What is this? Valamelyik ezek közül kellhet a vinyóhoz, de melyik kellett? Itt a telefonja. Aha. MMO key fob. Tudti, ez lesz az. És mi kell hozzá? Wonder what they wanted to learn from this. A teste. Mi kell hát ez? Langstrom had a heart condition and a seafood allergy. Hoda néz, még pénz. Itt van, itt a pénztárcája. Az helyzet nagy valószínűséggel nem ez kell. Medical bracelet. Ezt meg se lehet fogdosni, tehát valószínűleg nem ezzel kell játszadozni. Legyen. Ja, az se jó. Akkor a telefonja. A
telefonja valami mintával. Mit mondasz? Jó ötlet? Nem jó ötlet, konkrétan borzalmas ötlet. Mert ez. Ja, ez a vér, bocsánat. Jó, hát akkor nem ez volt a megoldás. Az MMO-s kulcs lesz. Tuti az MMO-s kulcs, nem az MMO-s kulcs. Akkor vajon mi lehet a megoldás? Mi lehet a megoldás vajon? Hát... Vizelet az MMO kulcsa. Amúgy meg... Mert a vizelet. Ja, azt néztük, hogy nem jó. Vizelet mivel? Hát tessék, MMO kulcsa. Nem! Nem ez a megoldás. Akkor vajon... A vér... A vér a telefonnal? Hát akkor... Nézzük meg ezt. Ja, azt néztük. Akkor... Az... Azt is nézzük. Nem, úgy néz ki, hogy... Nem ez az, ami megoldaná. Vizelet, valami a vizelettel. Vér és vizelet, azt nem lehet. Nem lehet. Mert ugye a minta... Kell az eszközhöz. Jó, vizelet a telefonnal. Nem, nem vizelet a telefonnal. USB csatlakozó van ezen a vér cuccon. Aha. Testen nem lehet összekapcsolni, az csak info. Ez esetleg? Aha. Mert ugye írta, hogy a vérrel van kapcsolatban. Jó, itt valószínűleg ezeket úgy kéne megoldani, hogy ugye nyomjuk az AR szkennert, és akkor már megmond nekünk egyet, amivel érdemes lenne összekapcsolni. Belfry, a GCPD knows Talia's been here. Where's my best? Vagy az eszközt, vagy a mintát. They're coming in heavy, so be careful. Wait, Batman never told me he had access to the GCPD systems. Now I guess I do too. And now, for my next trick. Well done. Now to sneak out all quiet-like. Entrance is secure. Spread out. We'll find the perv. Keep going. They gotta be here somewhere. Aha. És akkor gondolom, itt is lehet lopakodni. Jó. Próbáljuk meg azt, amit legutóbb is oda néztünk. Lebuktunk? Akkor mindegy. Szerintem ezek inasba fognak minket rakni. Amúgy szerintem itt kell tovább menni, csak rossz gombokat nyomunk oda. Oké. Thanks, Belfry. The way out of the station is clear now. Azok ilyen nagyon erős ellenfeleknek tűntek, srácok. Ez könnyű volt? Hát jobb lett volna, hogyha elsőre megtalálom azt a gombot, amivel... Hey, Belfry, I got company. Ki tudunk szökni. De valamiért egyébként nem találtam meg azt a grapple spotot, vagy hogy lehet mondani. Hogy megakasztottak.
Ending Patrol. Ha, tehát ide is lehet amúgy fast travelezni. Jó, tehát fizikailag is be lehet lépni a toronyba, illetve ide is lehet jönni fast travel-lel. Jó. Az első crashünk megtörtént. Ez nem egy meglepő dolog Day One patch nélkül. Ha már Day One patch-el van, az már annyira nem örömteli, hogy fogalmazzak úgy. De legalább láthatjátok most a játék intróját. Milyen fura map néz, hasonlóan nézett ki, mint a Steam fő oldala. Direkt. Szerintetek volt benne mentés? Volt valami autószév, vagy valami hasonló? Most mi bekonfigurálta nekem automatikusan a játékot, vagy ezt most miért írta ki szerintetek? Miért írja ki ezeket az infókat? Méghozzá elszkippelhetetlenül. Hát... konkrétan átállította a grafikámat. Tessa! Tessa, ne szórakozzál! Jó. Ray Tracing-be van nyomva. Jó. Dinamikus rezolúció. Jó. Oké. Miért állította át a grafikát? Subtitle, oké. Jó, ez szerencsére az accessibility az úgy maradt. Continue. Reméljük, hogy van benne valami checkpoint rendszer, reméljük. Miért kell vajon a loading menünél Enter-t nyomni? Aha, na itt tartottunk. Ott van a Red Hood maszk nélkül. Human experimentation and trials? That looks like cash payouts to volunteers. I recognize some of these jerks. They're all known gang members. So Langstrom was doing medical experiments on criminals. You're crowding me. Miss Gordon. The Hollow imaging system is back online as of this morning. Perfect timing, Alfred. Hey. Hát jó, csak érted, ilyen kettő kötél ötszeges loading van. It'll do for now. You and Master Bruce. Our world would consider the Belfry systems ancient. While researching Langstrom, I also called up all we've got on our party crasher. Talia Al. Ugye, hát ha valaki eset, majd nem esetére rakja. Igaz. Amúgy jogos. Her presence in Gotham is concerning. So is the fact that she torched her old man's body. We sure that was Ra's al Ghul? His DNA was all over the weapon she left behind. I wonder why she didn't take a chance and use a Lazarus pit to revive him. Well, Batman would just find Talia and ask her himself. Jól fog kiesetön is? Na, örülök, Sinya. Yeah, I can double check Talia's knife for trace materials that we can track. You should also hit the streets. Find out if anyone had any beef with Langstrom. Sweet. Time to bust some skulls. Jó, hogy másnál láttad, értem.
new intel to the board. Na, feltöltöttünk kettő klót, hogyha minden igaz. Kaptunk XP-t, megcsináltuk a G. A G az most így nem hozza be a gírt. Who knows what a thousand dunk would have done to him. Valószínűleg azért, mert itt máshogy működik a játék. Oh, she was putting on a show all right. But I doubt it was mercy. Nem, most azért már beszélgetnek a karakterek. Igen. Meg amúgy más kell csinálnunk. Bizonyíték tábla. Highlight, igen. Open challenges. Highlight clues in the leads section. Igen. És nyomjuk meg a kút. Oké. Kész file. Robinson Park, igen. Na, tehát a freakek elfoglalták a Robinson Parkot területünkként. Hogyha ott vagyunk, akkor majd nyomni kell AR-t, és ki kell hallgatni őket még több információért. Mehet, gondolom én, vagy most így, nem tudom. Most így, ez micsoda. Oké. Prepare for patrol. Szóval csinálnunk kell egy új mili fegyvert a Workbench-nél, és be kell fejezni az interrogációs tréninget, valamint olvasni kell újságot. Szia Palacsinta Official, szevasztok srácok! Na tehát mili. Kaptunk egy olyan nem tudom mit, ami valami, és van belőle egy. Stock pisztolyt tudunk csinálni. Persze. Level 2-es, 7-es damó, 10-es páverű, és akkor ott vannak, hogy mi kell hozzá. De ha jól fut 30 FPS-sel, az a szem mozgóképnek látja, ennyire hozzá van szokva az ember a 60-hoz. 2022-ben kiadni egy játékot, ami csak 30 FPS-sel képes futni, az árulkodó. Szemez. Hát csináljuk meg. Tehát még hogyha egy nem tudom egyébként, hogy a Mario Rabbids Sparks of Hope az mennyi FPS-sel megy, de hogyha az mondjuk 30 FPS-sel megy, ahol nincs folyamatos mozgás, hanem csak így stratégiázol, gondolod, hogy hova mennek a karakterek, akkor annál annyira nem gáz, hogy 30 FPS-es, főleg mivel a Switch hardware korlátok vannak, ugye. De next gen konzolra 30 FPS-sel kiadni játékot azért az annyira elég fura. Mármint, hogy csak 30 FPS-sel. Egy olyan játékot, ahol verekedni kell, lövöldözni kell, és látványosnak kell, hogy legyen. Jó, tehát craftoltunk egy új fegyvert, ESC. Az inventoringba került. A loadoutunk pedig ezt a cutting edge pisztolyt használja. Vajon a cutting edge pisztolyunk, ami heroic rarity-ű, az fejleszthető valahogy? Jó kérdéseim vannak mi. Seems like Dr. Langstrom was into some pretty wild stuff. I wish he was still alive.
60 FPS után 30 FPS olyan darabosnak tűnik, mint ahogy a 24 FPS lenne, darabos. Ja, persze, de ez a 120-nál is így van, amikor a 60 FPS game-mel játszol. Tehát, hogy ha bármilyen esetben visszatérsz egy rosszabb minőségre, érezni fogod olyan fura más. Melyik tréninget mondta? Interrogate. Complete interrogation training. Training area. Nem tudom, én rég játszottam már 30 FPS-es játékkal. Én nem tudom, most ez a basic training? Ott van, jó. Okay. Oda néz. Physical and mental preparation go hand in hand. Here, we can train the mind to prepare the body. But it requires deep focus. Let go of your anger, and listen to the sound of my voice. Aha. Vigyük le a HP-ját, és vegyük rá, hogy dumáljon. Tényleg a Bloodborne az még 30, de nem, várjál csak, az nem 60? Vagy csak nagyobb a felbontás PS4 Pro-n? Valami másabb a sima PS4-hez képest. Tehát, nyomni kell egy X-et. Hostile. Stealth Grab. Meg lehet őket ragadni. Na de, most így. Meg akartam nézni, hogy... Ja, csak itt használni kell ezt a detekciót, oké. Topakodás. Top. És Q. Hú, ez nagyon fura. Control, Tab, Q. I'll tell you everything. Was that so hard? Ez nagyon fura, srácok. Nyomod ugye a Control-t, hogy lopakodj, Tabbal megfogad, és utána nyomsz még egy Q-t is. Grab Combat. Red Hood! Oké, tehát levittük a HP-ját, és így interrogálunk. Most azt tanítja meg nekünk a játék, hogy hogyan szedjünk ki infót az emberekből, lopakodva, meg harc közben. You're ready to move on. You've come so far, Jason. Megcsináltuk. Karakter selection. Chaos erupted at Gotham University after a local gang known as the. Miért kell VR szimuláció ehhez a tanításhoz? Mert itt van Batman, és akkor ő elmondja, hogy hogyan kell csinálni. Nekem tetszik, ahogy ezt megoldották. Ezt tetszett. Szóval itt lehet karaktert választani. Lehetünk Batgirl, ugye Robin, és Nightwing. Authorities have not said whether the man's death is connected to the. Az a nagy alok, hogy kipróbáljuk-e a többit. Aztán megnézhetjük. Expert hacker. Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel másabb a gameplay. Na, már át is váltottunk. Annyi, hogy hát most akkor nem tudok felöltözni. Most nem tudok, na várja. Azt mondta a játék, hogy tudok karaktert váltani, de nem tudok átöltözni, nem tudom a gíremet megbizgetni. Jó, hát akkor olvassuk el az újságot. Hát a Bloodborne-t azt nagyon akarják az emberek. Vagy egy remastert, vagy egy remake-et belőle.
Ez a jelenet vajon Jason-nál ment volna, hogyha maradunk a Red Hood-nál? And then I remember. I thought it might have been one of you calling just now. I was worried. Old habits, I suppose. I get it. Waiting for the calls to come in, it was the hardest part of being Oracle. Being out there again, it's different. But Bruce was right. Gotham needs us. And I'll be here to support you. Gotham is in good hands. Alfred szerint a kezünkben jó helyen van a Gotham. Jók vagyunk Gothamnek. Knighthood. Csináljuk meg a Knighthood Challenge-et, hogy feloldjunk nagyon erős képességeket minden egyes hősnél. Méghozzá a különleges és egyedi hősi utazása, vagy mi ez, travel-lel. Tehát Bad Girl úgy tud szállni, mint Batman. And we will do it together. Aztán ott van Red Hood, aki nem tudom, ő így furán lebeg, vagy nem tudom mi ez a kék cucc, ami jön belőle. Nightwing ilyen, nem tudom, valami drónon jön, és hát nem tudom, hogy Robin ő mit csinál. Robin fénylik. Igen. És most már játszhatunk kóba másokkal. Oké. Okay. Nem akarunk Gotham játszani mással. Na, most már át tudunk költözni. Tehát... Cutting Edge-es Batarang. Aztán... Tomfa. Tomfával nyomja a Bad Girl. És a Ruciból pedig a... Wow! Az elég komoly. És nézzük csak. Styles. Wow, ez a titán is nagyon jó. Eternál. Nyírván. Nem keverték amúgy össze? Nem ez a... Noir. Ja, de amúgy biztos jól van. Wow, ez a Beyond milyen jó. Ez a Night Ops is. Szerinted összekeverték? Ne, tehát hogy ennek kéne a Neon Noir-nak lenni. Azta. De jó skinek vannak, basszus. Ez van most, ahol ki van vágva, és ami nekem tetszett nagyon, ez a Beyond, azta. Na várjunk csak. Igen, szóltam, Coolers, Eternal Gamer kerestetik. Wow. Aratat ez. Aha. Hát a színekkel is lehet szórakozni. Ez a pirosas jól nézett ki, ez mondjuk. Ez nagyon színes. Ja, hogy ezt be is lehetne rakni? Hát berakjuk, srácok. Ilyen szép színesek leszünk. Na. Menjünk és patrolozzunk, srácok. Persze. Kíváncsi vagyok, hogy ezt 4 fős kópra tervezték-e, de mivel a single player-t alig viszi, inkább csökkentették 2-re. Ja, értem. Wow. Néha így furán mozog a kamera.
Hát nem rossz, srácok. Na, hova kell mennünk? Mi a feladatunk most? Gyűjtsünk klúkat? Szerintetek az a feladat, hogy klút gyűjtsünk? Ez a görgetés, ez nagyon béna. Aha, ott vannak az ellenfelek. Annyit sebez, srácok, a pisztolyunk, mint a batarang. Bűnözőkre vadászunk. Na, így mutatta meg egyébként a Batgirl is, hogy nincsen wall damage. Ott egy csomóan vannak, úgyhogy oda mehetnénk. Tényleg a képességekkel nem csináltunk semmit. Kéne ezt a perfektívédet próbálni. Ezt a perfektívédet, ha már van ilyen képességünk, csak ki kéne próbálnunk, nem skacok? Most nézem, nincs köpeny. G, már is nézzük, hogy mi történhetett a köpennyel. Hát szerintem ezen nincsen, ezen van. Szerintem köpenyünk még nincsen. Ha tippelnem kéne, ezen a ruhán nincsen köpeny. De biztos van olyan, amin van köpeny. Köpeny nélkül amúgy is jobb, mert jobban látni a dolgokat. De azt írja, hogy nyomjak ja, értem! És akkor ugrunk egyet. Ó, értem már! Na, ez így olyan, mint a... Pókember. Látok valami pirosat, oda fogunk menni. Azt akarom megcsinálni. Mász ki a fejemből, jántör! Hoppá! Nagyon jó. Nagyon, itt van, alattunk van. Hát akkor konkrétan ide jöttünk. Szerintetek hol lehet? Ott van fent.
Na, tehát itt kell investigálni. Most azon agyalok, hogy játszunk-e kontrollerrel. Milyen élmény lehet kontrollerrel játszani? Megnézzük-e azt? Aha. Keresünk 5 nyomot, hogy mi történt. Aha, tehát égett kéz. Digitális kamera. Aha. Molókoktél. És gazolina. Szerintem ez lesz a megoldás. Ez. Mondtam. Ez ennyi volt, srácok. Kaptunk 34 csövet, meg level 2 lett a valami. Jó, tehát ez a gomb, igen, és mit mond, mit lehet még nyomni? Nem ezt kell valószínűleg. Ugranunk kell, oké. Na, itt van még valami tüntet. I'll stay out of your way. Ha? Hát... Srácok, ne haragudjatok, de ez az irányítás sokkal jobb. Bár gondolom, ezen most nem lepődtetek meg, hogy jobb a... kontrolleres irányítás, mint a PC-s. Most... Jó. Az mi volt? Azta! Én ilyen kihallgatást szerettem volna nyomni, csak túl erős voltam. Mizumoga! Mi volt ez a lekiabálás egyébként? Valószínűleg nem akarunk harcban. Na csá! Oké, okay, itt vannak. Silent takedown! És draw meg strike gombam. És a végtelen esélyt tudom őt tartani? Nem. Hát milyen menő kivégzési animációk vannak már itt? Hát ilyen nem volt. A Red Hooddal ilyen nem volt, srácok. Ne told túl magán. Tudod. Ki ne égjél nekem. A Red Hooddal nem voltak ilyen menő kivégzések, ez izé... szívás. Amúgy most jól játszom a játékot, hogy így itt vagyunk és így gyűjtjük ezeket az információkat. Jól csinálom, srácok, szerintetek?
You'll pay for... Hey! I met the mask! Look! Move! I'm firing! Srácok, elfogy a HP-nk. Ott is van. 5680. Orszívózzuk a clue-kat, hogy több minden legyen azon a táblán. Nem tudom, hol a legközelebbi. Ott van valami. De megnézzük, hogy most mennyi clue-nál járunk, illetve hogy az a clue mennyiség, amennyit most így összeszedünk, az elége. Heavy attack, most azt nyomom. Nincs valami küldetés? De, az a küldetés, hogy kúkat kell gyűjteni. Na, most már háromnál járunk. Na, és van még egy. Most már csak egyet jelez. Akkor ez az utolsó ezek szerint? Utolsó büntet? Megcsináltunk mindent? Szerintetek? Well, what? I won a prize for being today's lucky shopper at the Gotham Galleria. Seriously? Alright, what was it? Seriously? Hoppá, Batman the Musical. Az komoly. Neked mi, maga neked mióta normális a neved úgymond? Jöttünk? Jajjajjajjajjaj, hát ez valószínűleg rip küldetés. Ne voltam mi, srácok. Nem a gameplay érzésem, hogy majdnem elfelejtettem, hogy menni kéne szemészet pontra. Nézzek. Dicséri, ajnározza a játékot. Nem itt tettük le a járgányunkat? Hova tűnt a járgány, srácok? Na, nézzünk egy... ez nem a térkép. Nézzünk egy, mit nézünk. Bad Computer. Nighthood Fix. View Challenge, aha. Nem tudom, így. Robinson Park, ugye azt mondja, hogy interrogálni kell. Van egy ilyen feladatunk.
Van egy olyanunk is, hogy interrogate the mob to find out more information. Tehát ír ilyeneket egyébként, hogy vannak ilyen feladataink. Na de, akkor térkép. Robinson Park. Akkor szerintem ide el kell mennünk. Mit gondoltak erről, srácok? Jó lassú ez a járgány. És át lehet menni a másik járgányon. Wow! Tetszett nektek a bumeránk, mert a patarang dobás. Ezt kell csinálni, hogy csak itt simán rávegyünk egy kocsira. Na, szerintetek elindulnak? Zöld van. Szevasz, pocó. Another vigilante. Most már maxon a HP. Szóval ide jöttünk. Elvileg ezen a területen kell kihallgatnom embereket. Letesszük a kocsit, mármint a motort. Azt mondja, hogy ezek. Tehát ezzel eltűnik. Is that really her? In for a world of hurt. Who's that supposed to be hurt? Holy crap! I don't get paid. I'm going after that girl. Kill the man. I'll show you what I got. Oh. Amúgy valószínűleg nincsen perfekt ivédünk ezzel a karakterrel. Szerintetek? Meg kéne backálnunk. De megint ide jönnünk. Jaj, hát az interrogét meg hol maradt? Basszus, hát azért jöttünk ide, hogy interrogáljunk. Az interrogét meg pont elmaradt. Na végre. Épp azt akartam mondani, hogy itt például nem enged. Ha? Jó, itt azért vannak páran. És itt még bónuszpontok is vannak. Nála nem volt info. Oh.
Nála se volt info. Meg kéne nézni előre, hogy kinél van info, mi? Szerintetek el tudunk menekülni? Tudunk szökni kombatból? Szerintem most nem tudják. Na, nézzük meg. Hostile. Breacher. Legate inmate. Tűnt az enemy, miközben szkenneltem őket. Jó. Jó, srácok, menjünk vissza. Menjünk vissza. Fast travel, visszamegyünk. Így van. Itt van, hogy miket csináltunk meg a második éjszaka. És ott van, feltöltöttünk a nyomokat, hármat még hozzá. Na nézzük a bad computer, és akkor abilities. Ha igen, úgy néz ki, hogy ez nem volt meg, srácok, a perfektívért. És azokat, amik ott bal oldalt, meg jobb oldalt vannak, azokat nem lehet megnézni? Szerintetek? Ja, D-paddel nem lehet megnézni. De, hogyha egyszerre nyomom meg a két gombot, de balra meg jobbra nincsen. De furi. De analóggal működik, az a lényeg. Mennyi AP-nk van? Level 3-asok vagyunk, úgyhogy elvileg még valamit ki tudunk tenni. Növeli 40%-kal Bad Girl-nek a HP-ját. És ez micsoda? AR módba Bad Girl ki tud kapcsolni eszközöket, kamerákat, töreteket, mine-okat. Ó! Oh. És ez micsoda? Azt mondja, hogy revive-olni tudja magát egyszer. Az ellenséges támadások nem interruptolják Bad Girl-nek a heavy támadását. Wow! Critical damage megnő 20-szal. Jó. Momentum ability. Nyomjuk a RBX. Ezt majd ki kell próbálnunk. Ez kell nekünk, ugye? És ott van. Interrogálni kell Freaket, illetve Mobot. Ez a feladatunk. De ezt be tudjuk szerintetek tekkelni? Mob. Ott van mob. Aha. Track. Ott van. 1200 méterre. I hope you'll be able to help. Mit jelent ez a piros ilyen, srácok? Piros most ez a irány. A satú fékezett a taxis, láttátok?
kikapcsolta, mi van akkor, hogyha belemegyünk másba, akkor mi történik? Lehet, hogy a trekkelés miatt, aha. Tényleg. Na, én itt nem szeretnék átmenni. Azt a 26 FPS elemet. Látom, olyan gyorsan mentem, hogy utána nem spawnoltak az embereket a játék. Emreg ide jöttünk, defeat all enemies, és perfect atakot kell csinálni. Elvileg itt. Itt vagyunk? Ott vagyunk? Ez az. Szevasz, Bazsi! Ott vannak bent. Oké, okay, itt lesz egy bejárat. Be careful in there, bad girl. Mi? Most ettől észrevettek? Mert valószínűleg azért, mert nem silent volt a takedown, de... Nem tudom, hogy ezt a perfect dodge-ot ezt hogyan kéne beadni. Na hát legalább legyőztük az enemit. Szabotálni kell a fúrót. Mizu Bazsi? Hát a perfect altak sajnál nem jött össze. De, ugye az lett volna a feladatunk, hogy valakit kihallgassunk. Jól gondolom, srácok. Na, mob. Very low difficulty. 2000 méter? De nem probléma. Who's that? Who's that?
válasz. Sajnos igen, lehet látni az FPS mérőzatokat. Na, most kiírta, hogy... Most kérte, hogy 1.3 Weird Science. Na jó, csillelés. Na, hát a feladatunk az az, hogy megtudjuk, hogy van-e valakinél info? Mob brawler. Mob shooter. Na. Security guard. Mob brawler. Hát én nem tudom, most így valamelyiknél van info amúgy. Valószínűleg nem értettem meg annyira ezt a... Ott az áldozat. Nem tudom. A kérdőjeles az szerinted? Jó. Kérdés, megpróbáljuk kifaggatni. Kérdőjeles. Köszi Samans. I don't know who burned the dock. His research was top secret. Even my boss didn't know I was doing work for him. Dick, maybe it was just an accident. Just what I wanted to hear. Ott is van. Köszi, köszi. Na nézzük. Tehát, igen, hílelünk. Kettőt. És megyünk tovább. Nem, ennyire nem. Tehát most kell freak. Kell freakes. Remélhetőleg, ha egy freakes van, akkor meg is tudjuk csinálni. Most miért nem tudok leugrani? Tehát, hogy mondtam, mi? Igen, mondtam úgy, hogy meg kéne beszélnünk, mert rémült fej jelent meg rajta. Hát a GPS, ja. Szerintem meghalt a GPS.
fura egyébként a más járművekkel való érintkezés. Fejleszteni majd a mocinkat. Lesz rá lehet, és olyan lassú. Vagy skint váltani rajta, vagy valami ilyesmi. Tehát a feladatunk az az, hogy miért van az info? Srácok! Mi? Ez most mi van? Oda kellett volna mennem harcolni? De várjál! Tehát, hogy egyiket se lehetett interrogétálni. Na jó, akkor nézzünk valami más, tehát azt mondja, hogy... Mi? Tehát, hogy mi? Viszém, tehát most... Nem tudunk csinálni olyan feladatot, ami nekünk kell. Freaket kell interrogétálni, de nincsen freakes küldünk. Most megnézem még egyszer. Nincs freak, csak mob. Jó, hát akkor térkép, és akkor megyünk haza. Ezt most annyira nem értem. Ezt most nem értem. Tehát, hogy ha van egy feladatunk, akkor miért nem lehet megcsinálni? Valamit elszúrtam, srácok? Mármint az teljesen világos, hogy ott valamit meg kellett volna védeni, és ott valaki elszökött, és nem tudtuk, tehát, hogy bénáztunk azzal a küldetéssel, azt megértem. Na de, hogyha az a feladatunk, hogy interrogétálni kell freaket, akkor miért nincsen freakes küldi? Tudunk amúgy fejlődni? Nem? Heard Montoya stuck it to Commissioner Kane back at the police. Nem igazán értem, de biztos én vagyok béna egyébként.
nem igazán értem, hogy, tehát, hogy itt kéne mutatnia, hogy hol vannak ilyen fríkás tevékenységek. Itt van, itt mutatják a bűnügyi tevékenységet, tehát ezen a részen mutatják a bűnügyi tevékenységeket, és nem látok fríkeset, tehát nem tudom, hogy mit kéne csinálni. Jó, akkor visszamegyünk, megnézzük, hogy lehet-e állítani a mocin valamit. Azt hittem, hogy ilyenkor rezetel a térkép és más feladatok vannak. De úgy néz ki, hogy hiába jöttünk be, és tehát el újabb este, nem kaptunk új feladatokat. Na nézzük, itt mit vannak? Workbench. Azt mondja, hogy suit. Tudunk craftolni momentum suitot, illetve ilyen Drill Seeker szótot. Ezeknek már nagyobb a szintje, de kisebb a védelme. Illetve tudunk csinálni még menőbb tomfát. Na de ezeket amúgy honnan szereztük szerintetek, ezeket a recepteket? A klukból? Vagy oldódnak fel folyamatosan blueprintek? Vajon? Szerintetek. Hát craftolhatunk egy ilyet. Nem lehet, hogy open world exploráció alatt kell interrogálni őket? Lehet, hogy azt is kell, mert ugye azt írták, hogy azon a területen kell interrogálni freaket, csak akkor nyilván keresni kell őket. Ja, hogy ez a momentum szót, aha. Modolni azt nem tudunk. Ability, hát azt se tudunk. Hát itt a gearnél nem nagyon látok olyat, hogy fejleszteni lehetne a járgányt. Ez a challenge még érdekes lenne, ez a Knighthood challenge. Knighthood. Timed Strike Training. A crime-okat, mini bossokat kell legyőzni. Knighthood, ez érdekes. Nézzük meg ezt a Time Strike-ot. Nézzük még ilyen challenge-et. Igen, grabbing enemies. Momentum training. Physical and mental preparation go hand in hand. Here, we can train the mind to prepare the body. But it requires deep focus. Let go of your pain and pay attention to my voice. Igen, támadjuk meg, hogy kapjunk momentumot, ami a jobb alsó sávba töltődik. Eltöltődött. Let's go! És így tudjuk spamelni az ütést olyankor. Heavy attackkal jobban töltődik a momentum. XP-ját értem. Jaj, ezt nem akarom. Jim büszke lenne ránk. Srácok? Én...
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy a hazai forgalmazónak, hogy ki tudtam próbálni a játékot, meg tudtam nézni, hogy milyen, és talán tudtam nektek segíteni abban, hogy szükségetek-e van erre, vagy esetleg végignéznétek, végigjátszanátok. Megmondom őszintén, az én tetszésemet annyira nem nyert el, és nem azért, mert kevés az FPS-en benne, hanem azért, mert így but never to the ones who mattered. Olyan gagyik. Oh, Alfred. Ami jó benne az, hogy jól néznek ki a skinek, hogy lehet benne ellenfeleket csapkodni, és egyébként még a sztori is, amit eddig láttunk belőle, az így izgalmasnak hat, de minden más olyan gagyesz. Olyan semmilyen. Nem érzem azt, hogy iszonyatosan menő lennék, hogy suhanhatunk a városba, hogy nagyon menők lennének az ütéseim. Persze level 3-asok vagyunk, szóval nincs, nyilván nem adja még meg ezt az érzést. De ilyen... Nem tudom. Tehát, hogy az már egy kicsit lelombozott, hogy ugye elkezdtünk játszani a Red Hooddal. Kiválasztottam, ugye, mert láttam, hogy ő ilyen lövész karakter. Az egérbillentyűzetes irányítás szerintem borzalmas. Nem mondom azt, hogy tudnám azt, hogy hogyan lehet, nem tudom, hogy hogyan lehetne ezt jobban tenni. De hát az, hogy Q-val lövöldözünk, nyilván gyorsan, és jobb klikkel meg így bezoomolunk, az így az elején nekem nagyon fura volt. Egy kihallgatás úgy néz ki, hogy lopakodunk kontrollal, tabbal megfogjuk, Q-val pedig interrogáljuk. Nem tudom, hogy az a billentyűzet egeres játék, az szerintem annyira nincs jól megcsinálva. Legalábbis nekem olyan kényelmetlen volt. Kontrollerrel konkrétan. Olyan jó volt játszani, mint bármilyen más játékot. Egy open world játékban nekem nagyon fura az, hogy egy gombbal ugrunk és futunk. Ez nekem nagyon fura volt. Hát nem tudom. Valószínűleg egyébként nem rossz a játék, de nem hiszem, hogy ezt nekem találták volna ki. Na most az, hogy meg kevés az FPS, én azt mondom nektek, hogy valószínűleg ezek a problémák, legalábbis PC-n javulni fognak a Day One patch-el, én bízom ebbe, azért az sok mindent meg szokott oldani. Ha esetleg csapatjátok, majd meséltek róla mindenféleképpen, hogy milyen. Nekem kicsit az az érzésem van ezzel a játékkal kapcsolatban, ami egyébként a Marvel-es Avengers-zel volt két éve. Azt hiszem két éve volt. Nem fogott meg. Pedig szeretem a szuperhősös filmeket, szeretem a szuperhősöket, de ez olyan semmilyen volt nekem.